Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, folytattam a Nioh 2 végigjátszását, és mint minden rész elején, most is elmondom, hogy történt némi változás. Ugyanis, visszamentem, és ezt most is megteszem, az előző régióba, és farmoltam a demópályán a mágusokat, mert ennek a küldetésnek a feloldásához az kellett, hogy 10 vagy több mágust öljek le a játékban. Na most ez megtörtént, úgyhogy ez a mellékküldetés fel lett oldva. Ez fel fogja oldani majd ezt, illetve már fel van oldva ez is. Úgyhogy egyelőre a mai részben az a terv, hogy ezt a három mellékküldetést megcsináljuk, és utána meg szépen majd megyünk tovább. Na, ami még változás történt, az viszont a karaktert érinti. Ugyanis volt róla szó, hogy a Flying Atónak a kinézete annyira nem tetszik, úgyhogy azt megváltoztattam egy ilyenre, mert nekem ez jobban tetszik. De attól függetlenül Flying Ató megvan. Illetve megcsináltam a Twilight Mission-t, és abból kaptam ugye Quality Umbra Sight-ot, és egy picit érdekes tárgyat tudtam belerakni a felső ruhámba. Ott kékkel ír, hogy Life Recovery, hogyha Amritát kapok. Tehát, ahogy kapom az Amritát harc közben, az életem úgy fog töltődni. Az úgy nem olyan rossz. No de, most megyünk és megnézzük ezt a mellékküldit, és hogyha ezzel végeztünk, akkor elmegyünk vissza a másik régióba, és megcsináljuk a főküldit is. Ja, meg közben ugye elosztogattam a pontjaimat mágiában, meg ninjában, meg szamurájban, meg ami pontjaim voltak, és tudtam értelmes dologra költeni, azokat megtettem. Na. Ja, hogy még így a shrine-hoz se jutok el, és akkor ott már robbantgattok. Aha, értem. Jó van, akkor megyünk. Ki az ellenség? Mindenki is. Hello, mi? És Szájka csatlakozik hozzánk! Ez zárva van, nyisd ki! Jó, akkor ne. Nem is figyeltem, hogy ő csatlakozik hozzánk. Na hát akkor ez is zárva van. Szájka, melyik ajtón megyünk be? Nyilván nem ajtón. Ott egy loot, nem veszem fel. Hanem barlangból fogunk majd alá menni. Hát jó napot kívánok. Köszi Szájka. Köszi. Ez, hogy hátba lötted, ez nekem nagyon kellett. Pont jól jött ki. Azért nagyon sunyi dolgám hátba lőni az embereket. De még mindig jobb hátba lőni valakit, mint tökön. Na a pókok. Kösz az elixirt. Ide be tudok jönni? Nem, mert ez is a másik oldalról van bezárva. Hát így nyilván honnan máshonnan. Hát szervusz. Jaj, de kapta! Jaj, de kapta! Itt lesz egy macska valahol. Hol vagy? Á, itt. Őt elvisszük magunkkal. Hát gyere! Oh-oh. Na itt a mérgezős bizbaszt meg kéne, hogy találjam. Köszi! Melyik az? Jaj, ez a mágus. Ó, bazd meg, téged nem szeretlek. Na meg jött egy szecska is. Még jobb. Akkor őt ledobálom a francba. Na várja, várja, kettő van. Au. Au.
Au! Meg jó, hogy van rajtam Tenacity, és a tűz nem tud megölni. Szegény szájka földre került. Jó vagy, haver? Jó vagy, jó van, megyünk tovább. Azt hiszem erre. Éj, itt egy shrine. Nem baj, legalább feltartom a cuccaimat. Nice. Hát úgy érzem, hogy egy picit ritkásan fogunk most már szintet lépni, mert elég sok amrita kell hozzá. Na gyere ide, ne lövöldözzél. Tudjad már, hogy hol vagy. Ez az. Ide menjek még lejjebb. Biztos, hogy nem. Jaj, ez még egy ilyen hülye szecskamester. Lőd le. Tűz. Mondom, tűz. Ja nem, az majom volt. Csoró majom. Ilyen könnyen meghalt. Hozzá se kellett érnem. Nagyon szar helyen pihengetett. Pont rálátott a csapda. Na, akkor tutira ide le kell jönni. Blokk! Hát ez úgy nyög, mintha el akarna mindjárt évezni. Elment! Oh. Szeretem, amikor így sunyi módon oldalba támadtok, meg hátba. Jaj, ne. Jöhet a következő. Ó. Oh. Ja, hogy ketten vagytok. Az is jó. Most már csak egyedül. Ó. Még valaki esetleg? Nem? Nem. Jó. Ezeket kérem. Kaptam egy dupla kardot. Nyilván ezt nem fogom lecserélni jó sokáig, mert ami most van nálam, az kurva jó. Bocsánat. Na most, innen merre tovább? Arra nem, de ezt kérem. Arra sem. Itt van egy másik láda is. Azért most el se hagyjuk nyitva. Vagy itt. Zárva. Rusty Key. Jó. A Rusty Key, azt gondolom, hogy ehhez fog kelleni. Ja nem, ez gerendával van bezárva. Ja igen, mert föntről érkeztünk be. Na várja, várja, várja. Mert akkor most ide eljöttünk a kulcsért, és vissza kell menni a terület elejére. Ugyebár. És ott a zárt ajtót ki kell nyitnom. Kösz az elixíreket. Na, honnan nyitom az ajtót? Innen akár. De volt rajta gerend, és gerendást úgy nyitottam ki. Itt lehet, hogy meg kellett volna küzdenem a mágusokkal. Lehet. Lehet, hogy itt meg kellett volna küzdenem velük. Nyertünk. Akkor beszélgessünk.
今日はやめておこう。助かったよ。じゃあな。Tovább. Na, ez egy egész pofás mellékküldő volt. Se nem hosszú, se nem rövid. Kicsit összetett is volt. Ide mennyi a kulcsért. Azt hittem a mágusok egy picit tovább fogják bírni, de nem. Ja, illetve mutatom, hogy mágiánál kitanultam egy érdekességet. Köszönöm Age Lockot. Tehát a mágiánál én kitanultam, ez a ninja, bocs, itt a mágia, hogy itt van ez, hogyha én ezt a talizmánt magamra nyomom, akkor minden lövedék visszapattan arra, ki ránk lőtt. Érdekes, nem? Ez is érdekes. Úgyhogy azt lehet, hogy a jutsunál be is rakom. Kipróbáljuk. A shrine. Jutsu. Mage. Ó, és be is tudok rakni. Mi ez? Gastalizman. Egy darabot tudok vinni magammal. Semmi töltöbb. Na, jó. Ojaj, ez megint valami izé lesz, vagy aréna, vagy boss harc. Ha tippelnem kéne, akkor ez a 1v1 boss harc lesz. És Psyche-t kell leverni. Jó. Hát akkor Psyche, gyere. Ajaj. Mondjuk ez a visszapattanós talizmán, ez most pont jól jönne. Ha-ha! Na ezért jó mérgezett kard. A gyors kardokkal gyorsan fel lehet rá vinni. És utána elég jó sebzést kap másodpercenként. Jó, Psyche-t levertük. Ó, és kapunk róla sztorit. Nagyon jó. この血の井の末路は一族。それがサイカ種。俺たちは行く先をこのカラスの目で見通す。力に媚びるなんて真っ平ごめんだ。 Ő lőtte volna le Nobunagát? Mert ez nagyon úgy nézett ki. Akkor nem is az ölte meg, akire én gondoltam, hogy megöli. Érdekes. Ennek most már tényleg utána fogok olvasni, hogy ki ölte meg. Mert érdekel. Biztos, hogy a játék is tett rá utalás, de én úgy emlékeztem, hogy a demo pályán a boss. Na mindegy. Úgy is fel fog támadni az első részben. Kellé föltámassza. Master of the Three
Evils. Evils. Ó, ez is benne volt a demóban. 1v1 harc az is. Gyere ide, haver. Gyere! Ne dobálj ilyen szarokat! Hello! Ja, ez a te a házas fószer. Tényleg. És tőle is kapunk sztorit. Pak, fúj. Kutz. Én is, meg ő is. Na. Kösz a pok spiritet. Térdelj le és szeress, azaz. Pihengessél picit meg, te ázgassál. Az úgy is szoktad rendszeresen. Na, hogyha ezek nem oldanak fel, már pedig nem fognak feloldani más küldetést, akkor itt ebben a régióban végeztünk, és megyünk és folytatjuk a következőt. Egy fő küldetéssel. Meg se nézem, hogy milyenek a kardok, úgy is szarok, meg kék. Jó, úgy néz ki, hogy azért itt az első négy régióban megcsináltunk mindent, és itt vagyunk ebben a régióban, és nem Twilight küldetést kell megcsinálni az egyik mellékküldetéshez, hanem a Twilight régióban kell valamit csinálni. Ezt az előző részben így nem értettem. Tehát egyébként tök jó, hogy így a játék írja, hogy 1555-ben indult a játék, és már most 1583-ban járunk. Mennyire telik az idő, közeledünk a Nioh 1-es események felé. Mert itt írja is, hogy Twilight. Tehát itt ebben a régióban, tehát a Twilight, az nem a Twilight Missionre akar célozni, amik ugye megvannak. Ez érdekes volt, mert itt azért kellett a kerekes macskalányt megölni még egyszer. Na, hanem a régió nevére utal. Na itt egyelőre nincsen semmi más, csak ez a fő küldi, ami 4 kart. Jó, ez egy picit nehezebb lesz, mint az előzőek. Meg már itt a ajánlott szint is emelkedik, közeledik az én szintemhez, úgyhogy erre már érezni fogom a játéknak a nehézségét nagyon. Mert eddig, sőt még igazából most is, tehát a Nioh 1-ben nem mindig sikerült tartani... mindjárt elmondom. Csá, öreg, adjál nekem is. Nem, ő nem szebb, mint Okatsu. Szia, cica. Itt még olyan fiatal. Az, nagy bár még a spirit is öregedjen. Oké. Kotabi no yōken wa
他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお飽きでした。機内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。Na jön. Annyira nem lehetett az rossz. Bár innék abból a bitangerős teából, amiben több koffein van, mint a kávéban szokott lenni. Hogy tényleg csak ilyen egy kortyot ihatnak belőlem, egyébként kurva ártalmas tud lenni, hogyha sokat iszol. Na az mennyire lehet erős. Rikyu. なんとか藤吉郎を止めてくなはれ。私めも全力で発揮させてもらいます。Anyád, ez kell nekem, ez egy kurva nagy bálna. Add ide nekem azt a spiritet. Szóval az a lényeg, hogy a Nioh 1-ben nem mindig sikerült tartanom, és már ugye a játék második felében sem sikerült, hogy a küldetéseknek az ajánlott szintje fölött legyek, és viszont itt a kettőben végig ott vagyok, de várjál, mert van itt nekem egy kiosztandó pontom pár darab. Jó, úgyhogy ide eljövünk a skillekhez, és itt a shiftlingbe bejövünk, és elkezdtem jönni erre fölfelé, mert ezek itt elég jó képességek, tehát majd ez is jó lesz, hogy a sikeres Burst Counter 20% életet visszatolt. Hello. Mindegy, csak ahhoz ezt ki kell, hogy tanuljam, úgyhogy még kell a shiftlingbe két pont. Na jó, egye fenne, te úgysem fogsz velem jönni. Ha meg igen, akkor így jártam. Nyilván nem véletlenül kaptuk ezt. Hát szia! Rögtön a pálya elejét Kodamával indítjuk. Nagyon jó. Ó, mindjárt megvan még egy szín. Ja, akit esetleg érdekel, hogy milyennek a statjaim, ilyenek. Oda néz. Ja, az nem ember, jó. Ez viszont igen. Ő baszki. Na jó, ezt újra. Ezt újra, mert ez szörnyű volt. Ettől egy picit figyelmesebben kellene mennem. Hol bújkálsz? Ott. És sikeresen behúztuk még őt is. Na gyere. Na mennyivel jobban ment így, hogy tudom, hogy mi vár rám? Na ilyenkor, amikor így az Amrita száll belém, akkor tölt vissza életet. Arra nem megyünk. Viszont ebbe a toronyba én felmásznak, legalább belátom itt a környéket. De tényleg ember csak nem él. Ez meg a másik oldalról, meg se próbálom kinyitni. Hát hello!
Hello. Még valaki? Itt is lesz egy kodama. Valahol itt. Szervusz! Pihenjünk le! Pancsi... Ah, ott van az ajtó mögött, jól van. Legalább nem kell keresgélnem. Hát, szia! Arra kéne tovább mennem, ez nem nyílik. Ja nem, mert ott a hull a ajtóban, és az akadályozó tényező. Aha! Ott egy ágyú. Miben, hogy azzal majd mindjárt kapom a pofámba? Hát szevasz! Gyere te is! Hopp! Jó, úgy érzem, hogy itt egyébként, hogyha... Oké, valakik sikoltoznak, hogyha itt... óvatosan megyek, akkor nem kéne, hogy gond legyen. Az óvatos alatt nem ezt értettem. Jó, ő valami tápos marci lesz. Imádom ezt a csatazenét. Ott át tudok lőni? Na, náhogy át. És hogy jutok oda föl? Á, innen. Na most lövöldözzé! Ezzel tudok én is? Hogy ne tudnék? Hova lövök? Igazából sehova. Abban bizony valamit lerombolok vele, de nem. Shrine! Hanzo! Itt van Hanzo! És tudok szintet lépni. Nagyon jó. Na. Igazából ezt itt elértük. 60-as skill. Most már dexet kéne felhúzni 60-ra. Ja, a Kodama Blessinget akartam. Egy picit meg akarom gyorsítani a szintlépést. Úgyhogy... egy kicsit... több... XP-t adjatok, vagy Amritát. Ja, hogy rám vártál. Ja, hogy menjünk együtt harcolni? Oké. Ja, hogy... oké. Tehát úgy vagy vele, hogy egyedül menni ide tovább hülyeség volna. Úgyhogy menjünk együtt. Jó, menjünk együtt. Csak remélem nagyobb segítség leszel, mint az első rész végén Williamnél, mert ott többet voltál a padlón, mint a saját lábadon. És itt van valahol Kodama. Itt van. Hát szavasz. De nem igazán értem, hogy... tehát... nálam miért Spear van? Tehát ő nem Spear-es volt. Halló! Oké. Buli van. Boldogulsz? Szívesen. Ó, de jó. Mögöttünk.
Mögöttünk nem jön semmi, jó van. Hogy mi van? Aha. Gyere ide. Ahogy a régi szép időkben. Nem látod, hogy nem veled foglalkozom? Húzz el anyádba! Na. Mi van? Na, elmentek most már a buszba. Hát mi a tökön van itt? Szegény Hanzo. Megnyomkodták. Még valaki? Szóval valahol ott lent, ott lesz egy kodama. Hogy valószínű, hogy majd arra fogunk menni valamikor. Ami... Rastiki, kösz! De gondolom az nem ide kellett. Ő nem nagyon akar támadni, szerintem. Jó, itt van, semmi, ne gyere fel! Ezt kérjük. Itt van Honda. Most te jössz velem tovább, Hanzo, megmarad? Nem! Ő is jön velem! Geci, akkor ez milyen pálya lesz? Ez milyen pálya lesz, hogy kapásból kettő segítőt is kapunk magunk mellé? Én már most félek ettől a pályától, hogy két segítőnk is van. Hát hello. Nyilván nem kell csinálni, amit akartam. Ez mondjuk bátor húzás volt. Jó. Ezt véd ki! Hú-hú-hú! Na jó. Valószínűleg arra kell tovább mennem. Úgyhogy itt volt egy létra. Ezt megnézem, hogy ez hová vezet, és nagyon merem remélni, hogy a Kodamához. Pá! Itt van. Szia! Hát ez nagyon csúnyán kapta. Na várjál! Mert lehet jönni ide erre is. Ja, ez valami shortcut lesz, lemerem fogadni. Ez a shrine-hoz fog visszahozni, vagy nem?
Ide csak ezért jöttem. Kösz. Mindegy, megvan a kodama. Várjál már. Most hol vagyok? Ez nem nyithatós. Próbálom megfejteni, hogy hol vagyok. Ja igen, 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 rossz hajón mentem. Vagy, hát na értitek. Mert én itt jöttem le. De ez egyébként tök fasz, hogy lehet venni megint 60 felé. Ami kettő. Ne álljatok oda, hogy ne lássam, hogy mit mutat. Szerintem ez. Annak az armor setnek az a sisaki, amit láttak. Ilyen arcvédő. Jó, erre nem. Hanem... Ó, figyeld már. Csontváz, fel kell. Na, ennyit a Perfect Dodge-ról. Ha megkapod, onnantól kezdve kurva OP vagy. Megjöttem, és ugyanoda jutottam vissza, ahonnan az előbb eljöttem. Most szórakozol velem, ugye? Hondát földre rakta egy ilyen kis csontváz. Aha, hihető. Na, gyere! Ja, ő tartotta fent a Dark Realm-et. Oda szeretnék felmenni. Meg is nézem, hogy fel lehet-e. Na, ott lesz Kodama. Tök jó egyébként, hogy ezen a pályán alig látni valamit ettől a kurva füsttől. Gondolom, hogy füst. Jó, ha már visszajöttem, akkor azt elviszem. Szóval, Kodama, hogy jutok el hozzád? Mert gondolom, hogy innen. Vagy nem? Ott van a túloldalon. Ott van. Meg egy Sudama is van mellette. Jó, akkor ez majd máskor. Majd legközelebb. Aha! Itt volt egy zárt láda. Raikiri, aha. Nem kell a rákire. Ezzel lehet lőni? Na ne, hogy lehet. Robbantsunk ki valamit. Hát ott valami robbant. Hát hello. És melyik vette észre? Ja, puskás. Bocs, ágyus. Bocs, hogy ilyen lealacsonyító voltam. Oda, hogy megyek? Nyilván. Nekem kell a kodama. Hogy megyek oda? Yeah.
Kösz. Jó, én megyek a nagyra. Szívesen. Ja, hogy ez is nagy volt. Hogy itt mindenki nagy volt, mindenki nagyra nőtt. Én nem tudom, mivel leszek a Nokedli, de itt van egy kadama. Szia! Ne gyertek fel, mert én is alig férek el. Nem, hogy még hárman. Oké. Okay. Hát ide bejöttem egy ládáért. Ez... nem ez. Aha, jó. Tudom, hogy hol vagyok, meg mindent tudok. Csak azt nem, hogy azt a buta kis kodamát hogy veszem fel. Ki kellene robbantani itt ezt? Ide erre rálát valami ágyú? Vajon? Melyik nem tudok végig menni. Nem akarom itt hagyni, de lehet, hogy muszáj lesz. Lehet, hogy muszáj lesz itt hagyni. Mert nagyon nem látom át, hogy hogy tudok oda eljutni. Mert itt van, látom is. Yes. Nem. Jó, ezt majd később. Nem akarom húzni az időt. Az is lehet, hogy ki kell robbantani ott a barikádat majd. Ahhoz meg ágyú kell. Azaz, ti is törjetek, zúzzatok, ahogy én szoktam. Tudják a dolgokat. Ott is ott egy láda. Hát te mi vagy? Egy Vilmog. Oké, Honda nem jön tovább. Meg Hanzo se. Ők eddig segítettek nekem, kösz. Jó volt, míg tartott. Ah, itt viszont van egy ágyú. Lehet, hogy ezzel fogom... Nem! Ezzel fogom a kodamához kirobbantani a... az utat. Lehet, úgyhogy most visszamegyek és megnézem. Császtok! Bizony, bizony, ahogy én azt sejtettem. A sudomának meg kidobunk valami olyat, ami nekem nem kell. Mondjuk ezt. Meg addig. Nem. Anima. Kösz. A semmit. Itt lesz egy srány, mindjárt feltöltöm a késeimet, mert per pillanat csak Storm Kunoim van, 6 darab. Passzív. Ezt nem tudom kitanulni, viszont az előtte lévőt, igen, és még egy pontnál ezt a passzívot ki fogom tanulni. Dual Swordmaster!
Hát hello. Gyere ide. Ő elvileg nem kéne, hogy visszajöjjön, hogyha... ezt a skillt, ezt nem szerettem. Hoppá! Meg vagy mérgeződve. Igen, ilyet én is szoktam csinálni. Rip! Jó, most visszamegyünk. És feltöltöm a késeimet megint. Kéne ráfektetni egyébként a felszerelésemre annyi időt, hogy unlimited ninjutsut rakjak bele. Vagy bocs, ebben a játékban untouched ninjutsut. Hogy ne fogjanak el olyan könnyen. Ez így nem állapot, hogy... Jó, jó eséllyel egyébként nem dobálja el, mert múltkor is volt olyan, hogy egy darab gunaim volt és még eldobtam ötöt. Na hát. Jó, itt is lesz majd egy... Koldom, hello, mi? Jaj, ne, ez nyakas. A kurva életbe. Na. Van itt azért damage. Ja, jó, valaki vigyáz rá. Oké. Hát akkor én először ezt a követ lelököm. Kösz. Valaki vigyáz a kadamámra. Ja? Csak egy WC leány. Hol vagy? Hol van? Ott lesz benne a túloldalon. Várj. Jaj, itt volt a szobor alatt? Ó, most már előjöhetsz, bocs, csak nem tudtam, hogy most bugba ütköztem, vagy mi a fene. De megvan az összes, akkori. Meg itt van egy titkos fal, na nézzük. Te mutattál neki, nem téged ölt meg ez. Ez sem. Mind a zsiráfnyakú. Ó, bazd meg. Melyik, ez meg biztos, hogy nem az. Ez, nem tudom, hogy halt meg itt kint. De ez pirosat mutatott neki. Kéket. Sárga kell neki, nem kék. Ott kint hogy tudott meghalni a faltól? Fura. Kösz a kót. Nem robbantasz fel. Mondjuk ide is elég bátran berohantam. Ninja lock! Kösz, így is van 8, amit még nem használtam el. Aha, ez meg már boss aréna. Te leszel a boss? Régi jó barátom? Valahogy sejtettem, hogy boss fognak belőle csinálni. Igen, mert az agyára ment a Amrita. Nem tudok beszélni. De ez így nekem szimpatikus, hogy így ketté vágja a csontváz szamurájokat.
Játék közben miért nem hallak ilyen könnyen? Kacsiga vakarantua. Sosen ajakacska. Zsa, jappari kore ka? Hoshikattara hiroe. Nem, nem fogom felvenni. Tuti. Mondtam. Gojona yatsu da. Jaj, te is dupla kardos vagy. Oké. Okay. Boss time. Sinu yatsu ni wa nani mo yaran. Az szépen felbuffoltad magad. Hagyjál már békén, majom! Aha, direkt megvárta, hogy lerakjam a védelmem. Kurva Józa leszól alatta. Ez egy kurva jó zene volt a boss harc alatt. Csak hogy éreztessék a játékossal, hogy most egy baráttal küzdesz meg. Illetve egy régi baráttal. Madada. És még mindig az Amrita. Még mindig. Nem mehetsz oda. Hoppa. Pedig bírtam a csávót, volt egy humora. Már amíg még a mi oldalunkon volt. Hát sajnálom. Megjött Raiden. Fel fogja kelteni, figyeld meg. Piros lett a szeme. Dreamstall. Elnyert trofeja. Nézzük, milyen mellékküldetéseket kapunk. Megnézzük a főküldinek a szép kis leírását. Megkaptam a kardját, meg az armor szettjét. Meg itt van egy szolkor. Pusztán kíváncsiságból milyen kardot adott. Mert úgyse fogom használni. Final blow damage. Uh-huh. Hát annyira azért nem jók azok a kardok. Hát nézzétek meg az enyémet. Na. Ez kard. Na, és ugyanitt van a következő főküldink is. Iha, nem túl biztató. Jó, mellékküldi. Nincsen mellékküldetés. De egy van. Csak ide eldugták ennyire a szélére. Meg kell csinálni. Oké, hogy 94-es szint az ajánlat hozzá, meg 4 kart, hogy azért nehéz. Na most már ilyen pályák jönnek.
De mondjuk az előző mellékküldetéseken, amiket ma csináltam, meg a főküldén sem haltam meg egyszer sem. Ez meg kurva jól néz ki! Hát mi ez? Jöttem nyaralni. Hello, itt van valaki? Nem, nincs. Ez kurva jól néz ki itt ez a sziget. Én egy komplett főküldetést építenék egyébként ilyen környezetre. Nincs kodamánk. Kodam a bazár. Jó, valami nem működik a kodam a bazár. Itt lesz egy shortcut. Erről tudjátok mi jut eszembe erről a pályadizájnról? A AC Black Flag. Jó, te lövöldözzél onnan. Úgysem fogsz ide jönni. Jó. Ja, AC Black Flag. Abban volt ilyesmi környezet. Tényleg azokkal is játszanom kéne. Assassin's Creed-del, de kicsit kiábrándultam belőle. Shortcut. Jó, felmegyünk ott a hídon, azt a csávót levágjuk. Vagy nem, mert valaki észrevett. Ezt azért kinyitom. Anyádat! Na. Hát te meg baltás vagy, hopp! Meghalsz. Felküldtem rá a mérget. Imádom ezt a szettet. És kaptunk HP-t, mert Amritát kaptunk. Nagyon jó. Erre lefelé. Ú, de sokan vagytok. Kösz a lootot, haver! Téged mi ölt meg? Dupla kardos vagy, és egy warrior vágta le. Jó, mondjuk itt más nem nagyon van. És itt nyitottam ki az ajtót. Arra kell majd tovább mennem. Úgyhogy elnézünk még ide. Hello. Mi a fasz? Nem robbantasz! Mondtam. Nem robbantjuk Pistire rá a félvilágot. Az nem jó. Ez is nyitva van. Aha, nyilván. Akinek csak 10 perc játéktapasztalata van a Nioh-ban, tudja, hogy az ott fel kell. Erre semmi. Arra meg fel lehet jönni. De aztán lehet, hogy erre kell. Ó, hát hello. Kösz. Hát itt harcol mindenki mindenkivel. Jó. Az emberek fel fognak tudni jönni. Jó, az ember velem van.
Hopp! Hát haver, kelj már fel! Itt tuti, hogy lesz mindjárt boss. Nem lehet boss, mert itt shrine van. Nanda, onushi. Warera chousokabe no mono de wa nai. Itt miért van shrine? Moshi ya. Kano Hideyoshi dono no katavare de wa nai ka? Nanashi no fumi ga todoite na. Onushi no kitaru koto ga. Véres az arcunk. Dokozo de mita koto no aru ji de atta ga. Itt van egy shrine. Lépünk szintet. Nagyon jó. Rámegyünk egy picit most erre. Erre, hogyha erre rakok. Ja. Kellenek a dobófegyvereknek is a sebzései. Valószínű egyébként, hogy... hogy ez ennek a kurva anyját, amúgy. Hogy... ilyen... olcsó szar trükköket használsz, hogy megnőj nagyra. Hogy ráugrasz az ember fejére a tetőről. A fene gondolta volna, hogy ez itt van. Mert ugye az ember mire fókuszál? A jokira, aki itt van bent. Mindjárt bemegyünk egy Dark Realm-ba. Csak először megmutatom neki, hogy nem érhet hozzám büntetlenül. Itt sem jártam még amúgy. Jaj, te nem halsz bele egy fejlövésbe. Nincs semmi baj. Aha. Hihető. Jó, akkor ott maradsz egyelőre. Gyere csak. Úgy is tudod az utat. Úgy, gyere. Mondtam. Az a baj, hogy én már most így kezdek eltévedni a pályán. Ne, nem a Revenantot hívjuk ki, a fát döntjük le. Na most viszont bemegyünk a Dark Realm-be és megtisztítjuk a helyet. Jó, akkor ezt ne targetold ki. Nagyon nagy bátorság kell az Isten faszáról lövöldözni. De tényleg. Hogyha az a fasz nem kezd el lőni, akkor simán megvan a Dark Realm. Ah, nézd csak, hát ott pihenget fent. Kurva anyját. Hmm.
Ezzel a támadással akkor van egyébként baj, hogyha a kaszabolással kiütöm a range-ből. És nem érem el. Mert utána a levegőt csapkodom. Viszont ennyi előnye volt, hogy meghaltam, hogy ezt a lootot itt felvettem most. Na, egyszer. Kétszer. Háromszor. És kifogyott a puskánk, úgyhogy most íjászkodunk. Vennem kell majd töltényt. Nice. Na gyere, haver! Hú, te! Gyűlöllek! Mi az, hogy hozzám érsz? Hozzám nem érhetsz. Nem engedtem meg. Na, szóval, Dark Ram. Nézd meg, és ott van! Na, hát ez is jó volt. De ez most hova megy? Miért nem tudom kitargetolni? Megvan. Ez mehetett volna az előbb is így, csak nem vettem észre azt a rohadt lövészt. Hogyha azt észreveszem, akkor nincs az az egy halál. Az is jó, hogy így nem hal bele. És ez hová hozott vissza? Ez a másik oldalról van zárva. Az mondjuk érdekes. Nagyon durva egyébként ez a pálya, hogy össze van rakva. Hát visszajöttem ide. Jó. Oké, tudom, hogy hol vagyok. Erre is jöttem volna Dark Ramba. Ott van egy láda. Ugye itt erre feljövünk és szétnézzünk erre, és itt van egy fa, amit le lehet rúgni. Á, és itt van a loot, amit felvehetek. Hát ez nagyon jó volt. Épp csak egy centi hiányzott. Jó, fürödjünk le. Jó. Nézzük csak a skilleket, dupla kardra kaptam? Nem. Akkor melyik fegyverre kaptam skill pontot? Ja, az nem fegyver, hanem samurai. Range weapon attack plus. Nagyon jó, mert range-nek számít a dobófegyver is. És így megyek be oda. Aha. És itt innen ugrott le az a buzi. Világos. Legalábbis én szerintem a dobótőrökre is kaptam ezzel a fejlesztéssel plus damage-t. Mert úgy írta, hogy range. Itt van. Range weapon attack.
Tehát én szerintem a Rage Weaponnek számít ugye a dobókés is, már távolsági. Úgyhogy azt azért kezdtem elfejleszteni. Arra nem. Jó, hát akkor kizárásos alapon. Mi van, kígyó? Nem. Nem szabad ilyet csinálni. Mondtam már. A paralízist nem szeretjük. És kapom folyamatosan a HP-t. Még a fürdőből is. Oké. Jó, én megyek először a ganét. Megölt a méreg, én akartam megölni. Jaj, ennyi volt a küldi. Oké. Okay. Akkor most veled beszélünk, ugye? そうだな。ま、これであの猿めもしばらくは静かになるであろうよ。感謝するぞ。あやかしの猿。なみしょっとなわんらん。確か秀千代殿だったな。で、いげん、ひで。そうだ、お主。文の主に心当たりがあるなら伝えておいてくれ。 Tovább. Ez egy kurva jó pálya volt amúgy. Rohadtul tetszett ez a trópusi sziget, meg minden. Tehát ez kegyetlen. Tehát én nem tudom, hogy főküldetést eleve miért nem építettek ilyenre. Voltak nagyon szép pályák eddig. De egy ilyen szigetet el tudtam volna képzelni főküldébe. Mondják, hogy mennyi arra szigetre, mert ott kurva sok amrita van, és biztos, hogy oda fognak menni. Jó. Na, akkor úgy néz ki, hogy egyelőre végeztünk a régióban. Itt van ez a mellékküldi, ez le van zárva, ezt majd fel fogjuk oldani előbb vagy utóbb. Viszont egyelőre csak főküldire tudunk menni. Ami ráadásul 5 kardos nehézséget kapott. Köszi. Ez bíztató. Úgyhogy srácok, itt most nyomunk egy mentést. Innen fogom folytatni legközelebb. Neki megyünk ennek a küldének a következő részben, bár nem néz ki túl bíztatónak. Mert rohadtul nem az. Aha, jó. Úgyhogy srácok! Legközelebb találkozunk. Szevasztok!